Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag ez egy rövidke kis videó lesz, de annál fontosabb. A múlt részben, amit a Tor böngészőről megbeszéltünk, feltelepítettünk egy olyan böngészőt, amivel le tudjuk védeni a magánéletünket, azaz az internetes kukkolók jó részt nem látják az adatforgalmunkat, megtartjuk a magánélethez való jogot. Mi a gond a Tor böngészővel? Én megmondom őszintén, semmi. Semmi arra, amire ő készült, azaz ő böngésző legyen, arra nagyon jó és nagyon biztonságos, és ahogy lehetett látni, gyakorlatilag a lehető legegyszerűbb a telepítése. Ennek egyetlen egy problémája van, a böngésző szó, azaz csak az internet böngészéséhez lesz jó. Igen, tudom, hogy sokan interneten keresztül, böngészőn keresztül leveleznek, a letöltések egy része, egésze náluk a böngészőn keresztül történik, de gyakorlatilag vannak olyan emberek, akik másra is használják az internetet, nem csak a böngészővel való böngészéssel, és nem csak a böngészőn keresztül történik nekik az összes adatforgalmuk, levelezésük és egyéb. Mi az, amire tudjuk használni le- és feltöltése? Nyilvánvalóan nem csak a böngészőn keresztül tudsz valamit letölteni, erre vannak programok, akármilyen programok, rengeteg letöltő vagy feltöltő program van, például ilyen a MegaNZ-nek a le- és feltöltő programja is, ami egy nagyon kényelmes dolog, de egyetlen egy hátránya van, bár a MegaNZ azt mondja, hogy az önnála tárolt adatok azok atombiztosan vannak tárolva, senki bele nem fog nézni, de azért a feltöltés és a letöltés ideje alatt ezek az adatok, hát nyíltan mennek, és azt is ki lehet kukkolni mondjuk a MegaNZ-nél, ő legyen a példa, hogy bizony-bizony kitöltötte fel melyik IP címről. Azaz a letöltés, illetve feltöltés ideje alatt, ha nem a Tor hálózaton, vagy egyéb titkosított adatcsatornán történik, akkor menet közben kukkolhatnak a kukkolók, és természetesen a szemközti szerver tudja, hogy melyik címről érkezett be az az adatcsomag, azaz amit feltöltöttél, azt kitöltötte fel, hiszen az IP címem, amit ebben a pillanatban is látni lehet, a szemközti gépekkel, bizony azok hozzám vannak rendelve, ebben a pillanatban, és ezt az ISP, tehát a internet szolgáltató bármelyik pillanatban egy hatósági megkeresése, jogszerű hatósági megkeresése, villámgyorsan kiadja, hogy ezen a napon, ebben a másodpercben ez az IP cím bizony hozzám volt rendelve, illetve természetesen a gépemhez. Azaz a le- és a feltöltés azért jobb, hogyha úgy történne meg, hogy nem látná a szemközti gép, hogy kitöltögetett oda föl, vagy kitöltögette azt le. A másik gondolat az, hogy sokan natívan telepítenek egy levelező programot, ami nyilvánvalóan nem a böngészőhöz van kötve, azaz a levelezésed nem egy olyan hálózaton keresztül történik, a levél lekérése, illetve elküldése nem egy olyan hálózaton történik, ami erőteljesen titkosítva van. Nyilván ez nem egy nagy probléma akkor, hogyha a barátaiddal levelezel, messengerezel, akármit csinálsz, mert az is adatforgalom, hogy én beszélek valakivel. Na hát lényeg az, hogy ezek bizony nem 101%, hogy atombiztos megoldásokkal történnek, és az interneten, aki szeretné, ezeket elkapdoshatja, megnézheti. És a másik, bár egy kicsit kifutó dolog, bár én nagyon-nagyon szeretem az FTP protokollokat, a sima FTP az bizony titkosítatlanul küldi az adatokat, és azért jó lenne, hogyha nem mindenki látná menet közben, és az út az én gépemtől a szemközti FTP szerverig, azért titkosított lenne legalábbis egy részben, amíg a Tor hálózaton megy, illetve a szemközti FTP ne lássa azt, hogy kitöltögette le, ne tudja logolni, hogy én töltöttem le vagy föl az adott fájlt. Ez nem egy olyan nagy titkos dolog, hiszen hogyha a céges szervert éred el FTP protokollon, azon nyilvánvalóan nem jelent nagy problémát, hogy tudja az admin, hogy te töltötted fel, de egy esetleges fájl megosztó, ami
rá sokszor fel lehet tölteni még FTP protokollon keresztül is, mert szerintem iszonyat kényelmes. Na, lényeg az, hogy akkor ne lássa az, hogy én töltöttem fel. Tehát az IP címemet ne lássa, hogy én töltöttem fel az adatcsomagot vagy tömörítvényt. Nyilvánvalóan ez sem egy olyan atombiztos dolog, de jó részt szeretem, hogyha a Tor hálózaton keresztül történnek a fel, illetve a letöltögetések. Azaz szeretnénk a le- vagy a feltöltést, levelezésünket és egyebet is ideiglenesen vagy véglegesen áthelyezni a Tor hálózatnak a rendszerébe. Azaz szeretnénk Tor böngészővé tenni mondjuk a levelezésünket, letöltésünket, egyebünket, mert ezt szeretnénk. Erre van megoldás. Erre a megoldás nagyon egyszerű. Feltelepíted, szerintem a legtöbb disztribúcióban natívan bent van a Tor elnevezésű csomag. Lehet, hogy más disztribúcióban más neve van, valami előtag, utótag is van, feltelepített. Tehát ez alapvetően nem jelenthet senkinek gondot, és kell keresni, és van pár olyan programot, ami telepítés után a futtatandó programunkat, mondjuk a levelezőnket, vagy az FTP programunkat, vagy a leföltöltögető programunkat Tor hálózatba lépteti be, és én egyet választottam ki a sok közül, mert ez biztosan működik nálam, pár egyéb nem működött, kipróbáltam, nem működött, nem úgy működött, vagy 3 éve, 4 éve nincs fejlesztve, tehát maradjunk annyiba, hogy azért van választék, és ki kell választani, mi neked tetszik. Én szubjektíven az Orjail elnevezésű eszközt telepítettem a gépemre. Az Orjail az Archban benne van, hogy Debianba vagy Fedorába bent van, vagy nincs, az én megmondani nem tudom, de ha rákerestek arra, hogy Orjail, és megkeresitek az oldalát, ott találtok megfelelő instrukciókat az egyéb rendszerekre való telepítésre is. Na nézzük meg, ennyi beszéd után, az olyan jó 7-8 perc volt, nézzük is meg, hogy a telepítés és a használat milyen egyszerű és milyen gyorsan el tudjuk végezni azt. Ahogy mondtam, maga a telepítés nagyon egyszerű, legalábbis Arch Linux alatt, ahol én használom, amiről tudok beszélni, ha véletlenül máshol, máshogyan kell, esetleg nincs a tárolódba akármelyik, akkor felkeresed az oldalukat, az Orjailét, a Tor valószínű bent lesz, és utána telepített természetesen Linux alatt, Arch Linux alatt a pacman kötőjel S Tor parancsal fogjuk tudni a Tor hálózatot telepíteni, bekéri a jelszavamat, és megadom a jelszavamat, és fölírja, kérja, hogy bizony föl van telepítve, igazából nem kell semmit csinálnom, de én a példa kedvéért rábökök az igenre, és fel is települt. Látható egy 13,38 megabájtos eszköz, tehát nem fogja a tárhelyedet fölzabálni. A következő gondolat, hogy rögvest fel is telepítjük a paruval, mert én azt használom, az Orjail nevű programot, ráütünk és elkezdik keresni. Ő megint kérja, hogy természetesen már fel van telepítve, a verziója mennyi. Nyilván látni, hogy bent van az Aurba is egy verzió, illetve a Black Arch-nak a tárolói is be vannak hozzám kötve, az szerint választod ki, amelyeket szeretnéd feltenni. Nyilvánvalóan a Black Arch nincs neked felrakva, mármint a tárolói nincsenek bekötve a te tárolói rendszerebe, akkor az Aurból simán feltelepíted, itt kiválasztod, hogy 1-es, 2-es legyen, én az 1-est használtam, és enterezzük, és telepítésre bökünk, látható, ez is egy igen-igen nagy fájl, 0,02 megabájtos eszköz, nem fog itt különösebb tárhelyet foglalni. A következő lépés, egy valóban hosszú parancsort kell beírni, amivel megmagyarázod neki, hogy bizony a konfigurációs fájlba bent legyen a te user neved, nem kell megijedni, természetesen a ide tartozó cikkbe bent lesz, egyszerűen bemásolod, vagy kézzel kitöltöd a konfigurációs fájlt, de én azt mondom, hogy nyilvánvalóan egyszerűen csak leenterezzük, és meg is van a beállítás. Ennyi az egész. A következő lépés,
kettő darab gondolatot ad. Első körben én alapból el fogom indítani a Tor hálózat elérésére a Tor eszközünket. Itt is lehet konfigurációkat, beállításokat változtatni. Én az alapbeállítást használom. Miért? Mert gyakorlatilag annyira nem nagyon értek hozzá, hogy a gyárilag beállítottnál jobbat csináljak, rontani pedig nem szeretnék rajta. Azaz elindítjuk, a megfelelő parancs az a System Control Start Tor lesz jelen pillanatban, hiszen ideiglenesen szeretném indítani tesztelési szándékkal. Természetesen, hogyha folyamatosan a Tor hálózatra szeretnéd ezt a démont futtatni, azaz a lehetőséget megadni, hogy felcsatlakozz a Torra, akkor engedélyezni kell véglegesen. Nyilvánvalóan akkor System Control Enab le Tor lesz a megfelelő parancs, de jelen pillanatban csak elindítjuk a Tort. Elindul a Tor, emegadjuk a jelszavunkat, és el is indul, le is kérdezzük, hogy státusz. Tehát mi a státusza a Tornak, lehet látni, ami bennünket igazából érint. Érdekel az, hogy aktív, tehát aktívan működik. A puding próbálja a megevés, azaz működik-e ez a rendszer? Természetesen működni fog, és szeretném lekérdezni a saját IP címemet a Tor hálózat használata nélkül. Ehhez egy nagyon egyszerű parancsot fogunk használni, több megoldása van, de én ezt tartom jelen pillanatban kényelmesnek, és ezt szeretem használni. A curl, curl, ipconfig .me parancsal lekérdezzük a jelenlegi IP címemet, és ki is írta az IP címet, elnézést, hogy az utolsó számjegyeket eltüntetem, nyilván az én IP címemhez tartózkodási, valós tartózkodási helyemhez nem igazán szeretném megadni. Nem titok, Magyarországon lakok, de azon belül, hogy hol, senkinek semmi köze. Legalábbis ez az én véleményem. Azaz megadta a valós, tehát a tényleges IP címemet. Nézzük is meg, hogyha én azt mondom, hogy sudo, mert a sudo kell neki, oryail rendszeren keresztül kérem le az IP címemet, akkor milyen egyéb változtatásokat végez el az IP címem környékén. Enterezzük. És ki is írta. Ezt már nem rejtem el, mert mindenki látja, hogy már igazából látható, hogy nem a tényleges IP címem, hanem egy másik IP cím működik. Ezt a Tor rendszeren keresztül utolsó gép adja a szemközti ifconfig.me nevű honlapnak, és bizony elrejtettük. Ugyanígy, hogyha ezután beírsz egy másik programot, akármilyen program nevét, akkor az a Tor rendszeren keresztül fog fellépni az internetre, szépen a Tor szerverek között pattog a kérésed, és lesz egy kilépési pont, és a kilépési pont adja tovább a tényleges helynek, a tényleges FTP szervernek, a tényleges letöltési cuccnak, a tényleges akárminek, szemközti gépnek az IP címet, ami nem az enyém lesz, hanem az előbbi példa szerint legalábbis egy ideig a 185.220.101.204, ami nem az én saját IP címem, azaz ide bármilyen programot be lehet írni. Akár a feltöltő, levelező, vagy egyéb programodnak, ami az internetre lép fel, annak a nevét beírod és elindítod. Ennyire egyszerű a használata. Azaz, összefoglalva, szeretnénk használni a Tor hálózatot úgy, hogy más programok is fel tudjanak rá lépni, ne csak a böngésző, amit múltkor beállítottunk, elindítottunk, letöltöttük, pofon egyszerű volt csomag, ott kicsomagoltuk, amit kaptunk, aztán futtattuk is az állomány. Itt egy kicsit összetettebb a feladat. Le kell tölteni, ha bent van a tárolóinkba a Tor nevű eszköz. Nagyon pici, hamar települ. Ő adja az adminisztratív felületet, azt az eszköz, hogy elérd a Tor hálózatot, és ennek a beállítását hagytuk alapértékeken. Természetesen, hogyha neked olyan kedvent van, hogy más és egyéb beállításokat szeretnél, utána olvasol. Egyszerű a dolog. Utána elindítottuk a démont,
a System Controllal, és utána már működik. Nyilvánvalóan mi jelen pillanatban egy ideiglenes indítást tettünk, odáig működik a Tor hálózattal való démonunk a System Controlba, amíg le nem állítjuk, vagy le nem állítjuk a gépet, és újra nem indítjuk. Ha folyamatosan szeretnéd ezt a démont, ezt az eszközt futtatni, akkor nem a Start parancsot adod ki, hanem az Enable és Tor parancsot, tehát System Control, Enable, Tor parancsot, és akkor indításkor is el fogja végezni a Tor indítását. Illetve kellett egy programocska, ami jelenleg az OriaIl, ami összeköti a te programodat a Tor hálózattal, azaz lehetővé teszi, hogy a Tor hálózaton keresztül csatlakozzon az adott program. Ezt is telepítettünk, volt egy hosszú beállító kis parancsunk, amit megtaláltok a blogomba, és utána, hát azt hiszem a világ legegyszerűbb eszközével, sudo OriaIl parancs, indítandó programnak a neve, és leenterezi az ember, bekéri a jelzót, aztán indulhat is a program. Ez lehet grafikus program, lehet akármilyen terminálos program, az, amíg ő fut. Odáig egyértelműen a Tor hálózatot használja, beléptetése, illetve kiléptetése a Tor hálózaton kívüli eszközhöz, szemközti géphez, és így teljesen védve van, amíg a Tor hálózaton van az adatcsomagod, illetve a kiléptetési pontnál annak az IP címét fogja látni a szemközti gép. Nagyon-nagyon kellemes. Arra azért figyeljetek, és ez tapasztalat, mert sok mindennel kipróbáltam, hogyha mondjuk a Chrome-ot, Chromium-ot indítod, akkor ne legyen futó példánya, tehát ne fusson, ne legyen internetböngésződ nyitva, mert akkor ahhoz az internet böngészőhöz teszi a lapot, és akkor nem a Tor hálózaton keresztül, hanem a rendes hálózaton keresztül, a normál interneten keresztül lépsz fel. Tehát a böngészőt és egyebet leállítod, és ha a Toron keresztül akarod használni, újraindítod a sudo, OriaIl és a program neve, jelen pillanatban a Chromium felkiáltású programmal, és utána természetesen a Tor hálózaton keresztül fog fellépni. Hát egy kis trükköcske, de logikus, hogyha van nyitott Chromiumod, és te indítasz még egy Chromiumot, akkor hozzárendeli mindegy al folyamat, vagy nem is tudom, hogy így lehet-e mondani, tehát egy al folyamatként hozzárendeli a futó Chromiumhoz az adott kérést. Azaz, leállít, újraindít, és akkor már a Tor hálózaton keresztül kapjuk az adatokat. Lassabb lesz, ezt múltkor is mondtam, de biztonságosabb lesz. Köszi szépen, sziasztok!